Javában zajlanak az előkészületek. A szervezők és a kiállítók jó néhány napja az újszívási vásártéren dolgoznak, hogy szombatra minden tökéletes legyen. A szokásos módon hétfőn elkezdtük az építést, amit látszik, hogy a fő elemek elkészültek, ugye a fő sátor, a koncertsátor, amiben 3000 fő fér el, a hungarikum sátor elkészült, a büfé sátor elkészült, a Vidám Park is elég szépen fejleszti a saját kis részét. Én azt gondolom, hogy terv szerint haladunk, egy kicsit az időjárás betett az elmúlt két napban, és szerintem a mai napon kisütött a nap. A 11. Ágyas Pálinka Fesztivál rengeteg programot tartogat. Szombaton táncos és sportbemutatókkal kezdődik a sor, majd a magyar pálinka lovagrend és az első magyar fehér asztal lovagrend felvonulását láthatja a közönség. Este ismert fellépők foglalják majd el a színpadot, itt lesz Jolly és Suzy, és koncertet ad a Hooligan zenekar. A kulturális, zenei csemegék mellett a fesztivál fontos része lesz a nívós kézműves vásár is. A fesztiválra meghívást kapott a Viszkisként ismert bankrabló, Ambrus Attila is, aki kerámia tárgyait kínálja majd a közönségnek. Szombaton reggeltől hajnalig várják a vendégeket, csak úgy, mint vasárnap, amikor fellép majd a közkedvelt Kisgrofó és koncertet ad a Cosmix. Több ezer embert várnak a szervezők, akik a kultúrát, parkolást is gondosan előkészítették. A fesztiválon természetesen meg lehet kóstolni a díjnyertes bolyhos pálinkákat, a gyerekeket pedig Vidám Park várja.